Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Nyíregyházán. Arra kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy recitáljuk el az univerzum a maga tisztaságában jelentésű mantrát, az Om Námot 7-szer. Köszönöm szépen. Mit vársz ma ettől az előadástól? Pontosan miért jöttél ma ezt meghallgatni? Mi az, ami hiányzik az életedből? Mi az, ami rendezetlen? Mi az, ami megoldást vár? Helyesen látod-e önmagadat? Helyesen látod-e a világot? Ez a legutolsó két kérdés a gyökere az összes többinek, amelyet eddig hallottál. Olvashattál nagyon sokféle tant, ezek ma elérhetők bárhol. Láthattál nagyon sokféle technikát, és most úgy érzed, hogy meghallgatsz egy újabbat. A zen eredetileg nem technika. Sokkal inkább szemléletnek, látásmódnak és utonjárásnak lehet mondani. A zen nem vallás a szó nyugati értelmében. Nem tudomány, és nem is valamiféle terápia vagy gyógyító kurzus. Nem ígér semmit, és nem tagad semmit. Sokkal inkább kérdéseket teszünk föl, semmint állítanánk valamit, vagy uram, bocsá, felszólítanánk téged valamire. Tehát az első kérdés az, hogy miért vagy itt most? Tudatosítsd ezt magadban, azért, hogy átrághassuk a pótcselekvések, elhárító mechanizmusok és felesleges beszéd garmadáját. A legelső meditációs technika az, hogy mersz látni belül és kívül. Mersz őszinte lenni magadhoz és másokhoz. Látod a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és annak az útját, és tudod azt, hogy enélkül nem lehet azokat az értékeket realizálni, amelyeket mindannyian szeretnénk. Ha körülnézel, minden kultúra elmondja, hogy ő mennyire szeretne békében, biztonságban, jólétben, harmóniában, boldogságban élni, és nagyrészt minden kultúra hajlandó arra, hogy a másikat is hagyja ugyanilyen értékek mentén mozogni. Valahogy mégsem ezt látjuk. Valahogy nem ez történik a Földön. Sokszor kérdezhettétek, hogy a buddhizmus az miért foglalkozik elsősorban a szenvedéssel, a négy nemes igazsággal, és miért nem rögtön a gyümölcs oldalra irányítjuk a figyelmet. Ennek egyetlen egy oka van, amíg az akadályt nem hárítod el, nem éred el a célt. Amíg az énség fogalmát nem tisztázod le, nem ismered önmagad. Amíg nem látsz tisztán, ebben a világban nem találod az utadat. Tehát lehet akarni sok mindent, de nem lehet úgy akarni, ahogy az nem teljesül. Nem teljesül a sok-sok vágy akkor, hogyha az irányvételed nem tiszta. Egyenesen szeretnél menni, és közben körbe-körbe forgunk, és forgatjuk egymást.
Mindegyik kör középpontjában az én áll, akár személyes én, családi én, csoportos én. És ezen önképek körül keringünk, és próbálunk másokat is bevonni a táncba. Ismételjük a karmánkat évről évre, generációról generációra, újból és újból, hetedíziglen. Mi ez a karma, amit viszünk magunkkal? Hol van az a tévedés, ahol elrontjuk az életünket? A karma nem látása helytelen döntésekhez vezet. Ha eleget éltél, és elég válságot tapasztaltál, akkor tudod, hogy csak magad állsz akadályként a saját utadon magad elé. Valójában ez a világ pontosan olyan, amilyenné teremtjük. Az életünk olyan, amilyennek azt teremtjük magunknak és egymásnak egyaránt. Nincs tehát felmentés az adott osztályból, az adott tárgyból, és éppen ezért, amikor arról kérdeznek, hogy a következő nagy tanító mikor fog leszületni, akkor azt mondom, hogy inkább te légy az, és ne várd meg, hogy a következő nagy leszülessen, mert arra egy darabig várhatunk. Miért? Csak az elmúlt történelmi korban nézd meg Sákyamuni Buddha életét és munkásságát, körülbelül 2560 évvel ezelőtt született, élt körülbelül 84-85 évet, utána egy hatalmas űr. Igen, következő 100-150 évben Szókratész itt nyugaton, utána Konfúciusz, nem sokkal, keleten, Lao Tse, 100 év különbség. Utána jött Krisztus Urunk ide nyugatra, és ezeket a paradigmákat aztán tovább vitték mások. Olyasféle tanítókról is kell beszélnünk, mint Bodhidharma, Szent Ferenc, és utána a 20. század. Természetesen sokat ki kellett hagynom, mert ez nem ismeretelmélet és szellemtörténeti óra. De nézd meg azt, hogy a tanítók nemzedékei évszázadai között mi történt. Az emberiség, amennyit megtudott ezekből és megértett ezekből, egy részünk próbálta követni, más részünk pedig olyan messze akart kerülni ettől, amennyire csak lehetett, mert zavarta. Mert felébresztette, és mihelyt az addig illúzióidat álomnak látod, már kötelességed jobban látni, helyesebben élni, meghaladni önmagadat. És hogyha megnézzük a következő nagy tanító hiányának az okát, az az, hogy folyamatosan bukunk a tárgyból. A tárgy neve élet és halál a Földön. Vizsgázó, Homo sapiens. Vizsgáztató, Homo sapiens. És úgy tűnik, hogyha az egyik osztályt mondjuk kiártuk, akkor a felsőbb osztályba léphetnénk, de úgy tűnik, hogy ez a földi lét nem arról szól, hogy itt bárhova fölfelé tudnánk lépni, az előtt, hogy a nagyon kemény maradvány karmánkat, házi feladatunkat meg nem oldottuk. A zen ebben a formájában 1000 évvel Buddha után alakult ki, és tovább evolvált Koreában, Japánban, miután Kínából átkerült ezekbe az országokba. Mi történt tehát 1000 év alatt? Ha a klasszikus buddhizmus tanítását megnézed, akkor a Buddha tanítását pár száz évvel működése után már olyan kötetekbe, szútrákba rendezték, amelyeket milliók tudtak és recitáltak és ismételtek. 400 évvel Buddha után már biztosan szétvált a Mahayana és a Hinayana, az átadási vonalak elkezdtek menni a szélrózsa minden irányába, és Bodhidharma, aki Indiából vitte a tant Kínába, rátette azt a fémjelet, azt a pecsétet, amelytől a zen a mai napig zen. Beszéltem a négy nemes igazságról, mely a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetésének az útja. 1000 évvel Buddha után Bodhidharma kimondta a zen négy alapelvét, amely így szól. Nem támaszkodás az írásokra,
közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a felébredés egyenlő igazi önvalód tapasztalatával, és tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ha ezt a kettőt megnézed, a mondatok szintjén nincs túl sok közük egymáshoz. De mégis az egyikből fejlődött ki a másik. Az egyiket erősíti a másik. Amikor a taoizmus és a buddhizmus találkozott, ennek a gyermeke lett a zen, amely szanszkritul gyána, kínaiul először channa, aztán chan, utána son Koreában és zen Japánban. Az elmélyedés, az egyéválás, a tisztánlátás, ez mind a zennek a szó szerinti jelentései közé tartozik. Úgy tűnik, hogy ezen a földön, ebben az életformában nem vagyunk és nem lehetünk elégedettek azzal, akik vagyunk, akiknek leszülettünk, akiknek neveltek minket, amilyen személyként működünk. Elgondolkodtál arról, hogy az állatok mindig úgy viselkednek, ahogy azt a saját ösztöneik és kondicionáltságuk diktálja. A kutya mindig kutya lesz, és nem tud kutyátlan lenni, vagy kutyához méltatlan lenni. A macska csak macskaságokat fog csinálni, de az ember tud ember alatti, emberi, embertelen és ember fölötti lenni. Hogy lehet ez? Mi az, amikor azt mondjuk, hogy ő egy nemes ember? Egy igaz ember. Milyen út vezet ide? Ahhoz, hogy közvetlenül rálássunk arra a karmára, amit lehoztunk, ahhoz befelé kell tekintenünk, és megkérdezni azt, hogy mi ez? Mi ez az én? Miből áll? Kimondtuk a szót, tudatosodtunk, és ezt nem lehet szerencsére visszadugni a palackba, mint valami ócska szellemet. Az én fogalom megértése, lebontása és újraépítése nélkül nem haladhatunk az utunkon. Pusztán azért, mert olyan mennyiségű téves nézetet hoztunk magunkkal, és tanultunk a környezetünkből, hogy ezekből a nézetekből származik az összes szenvedés, a harag típusú, dű típusú szenvedés, ami a pusztítást jelenti, és a kabzsiság, esztelen vágy típusú szenvedés, amely a túlburjánzás, túlszaporodás, túlbirtoklást jelenti. Amikor az ember elkezdett gondolkodni tudatosan, és megkülönböztette magát a környezetétől és egymástól, onnantól kezdve az egyéniség, az individuum fejlesztésre vár, sőt, fejlesztést követel. Nem lehet azzal az én fogalommal élni, amivel leszülettél. Mindenki dolgozik magán valamilyen szinten, valamilyen sebességgel. A kérdés az, hogy milyen szinten és milyen sebességgel. Csak a válságokra hallgatsz? Megvárod, amíg a fal adja a másikat? Vagy esetleg hamarabb belátod, hogy kicsúszhatsz a kanyarban és porrá éghetsz, és kicsit csökkentesz a sebességen? Állítasz a navigáción? Esetleg szervizbe viszed az autót, hogyha kigyullad a lámpa? A kérdés tehát az, hogy mersz-e elmélyedni, mersz-e belül látni. Mert minden, amely eddig paradigmaként segíteni látszott, az írások, a vallások, a tudomány, a történelem, a politika, a nullákra és egyekre bontott digitális világ mélyreható ismerete, ez önmagában kevés. Miért? A megoldás az te kell lesz. Ennek egyetlen oka van. A probléma gyökere is te vagy. És ahonnan a probléma származik, pontosan ugyanonnan származik a megoldás is. Ahogy olvashatod, igazi önvalódban van az alfa és az omega, a kezdet és a vég. És így a kérdés is, és a válasz is. És minden valamire való tanítónak az a dolga, hogy ezt kimutassa és segítsen téged ahhoz, hogy elérd szellemi autonómiádat, tudati önállóságodat, és tapasztald a választ a kérdéseidre. Valamire való tanító nem mondja meg neked, hogy ki vagy. Nem lopja el az identitásodat. Nem akadályozza a fejlődésedet. És éppen ezért az egyetlen egy út az, amit te bejársz. Nincs más út. Az egyetlen egy gyakorlat az, amit elvégzel. Nincs más gyakorlat.
És az egyetlen egy belátás az, amelyet te magad megszerzel, mert más nem láthatja be helyetted. Az elmúlt több ezer évben annyit traktáltuk egymást világképpel, istenképpel, megvilágosodással, egy istenhit, több istenhit, zéró istenhit, hihetetlen. Mire jutottunk? Mit értünk el? Ha körülnézel, szűkebb és tágabb pátriádban, magadban, a családodban, azt értük el. Amit látsz, amit hallasz, amit érzel, amit gondolsz, ahogy viszonyulsz, ahogy cselekszel, aminek látod magad, aminek látod a másikat, ezt értük el. Ez kell. Így kell. Így akarunk élni? Így akarunk meghalni? És ha nem, akkor kezdjünk el dolgozni magunkon, egymást segítve, de egymás tetteit nem helyettesítve. Segíthetsz másokon, de a karmáját nem veheted át. Mindenkinek megvan a házi feladata, de ezzel nem vagy egyedül. Az útonjárás sokkal inkább hasonlít hegymászáshoz, amikor a csoport szépen kötélre köti egymást, és nagyon szépen meghatározott módon taktikusan mássza a hegyet. Ha az egyik bukik, a többi megtartja. Hierarchia van, kivételek nincsenek. És amikor tudunk egyenlő módon, horizontálisan leülni egymással szemben és teázni, akkor megtesszük azt. Amikor pedig olajozottan, összeszokottan, csapatként kell együttműködnünk, akkor belép az a hierarchia, amely minden életképes közönség sajátja. A kérdés tehát az, hogy valójában mit akarsz. Mert pontosan az fog teljesülni. Úgy tűnik, hogy a hagyomány és te nagyon különböztök. Ez így is lehet. De amit a hagyománnyal elérsz, az pont az, amit akarsz, akár tudatosan, akár titkon. Ne csodálkozz tehát az eredményen. Ezek részeredmények. Ezek időszakos eredmények. Onnan tudod, hogy haladsz az úton, hogy tovább mersz lépni. Tovább mersz jutni. Egy idő után nem csak magadért járod az utat. De ha kapaszkodsz a formákba, ha azt reméled, hogy a puszta tudás segít, ha valahonnan kívülről várod a megoldást a transzcendensből, akkor súlyosan és keményen fogsz csalódni, mert az ilyen hiedelmek pont akkor hagynak ott, amikor a legnagyobb szükséged lenne rájuk. Nagyon sokan ígérgetnek egy ilyen helyről, ahonnan most engem hallasz. A zenben nincs sem remény, sem félelem, hanem szembenézés és döntés és akarat van. Ez a felnőtt változata a spirituális gyakorlatnak. Ha ezt eldöntötted, hogy a saját akaratodból fog megszületni az utad, hogyha felelősséget vállalsz azért, hogy a szabadságot is tapasztalhasd, ha kész vagy megadni magadnak az autonómiát és ezáltal másoknak is, akkor kezdtél el az úton járni, és ekkor váltál méltóvá a segítségre. Ahogy azt a keleti mondás mondja, ha a tanítvány érett, akkor a tanító megjelenik. És ez fordítva is igaz, amilyen tanítást kapsz a külvilágból, akár személyes, akár más személytelen módon, pontosan arra voltál érett. Nem másra. Megteremtetted a helyzetet, elvállaltál egy kapcsolatot, kapcsolatrendszert, és abban elkezdtek történni a dolgok. Elhangzottak szavak, megtörténtek cselekvések, általad és mások által egyaránt. Honnan jön mindez? Ezt kialakította ki? Milyen részt vállalsz az egészben? Ezek mind húsba vágó kérdések, és végső soron visszatérnek arra, hogy te kinek látod magad. Mindaddig, amíg az önképed és az önvalód különbözik, addig szenvedsz és szenvedtetsz. Amikor az önkép és az önvaló közötti különbség megszűnik, akkor megszűnik a szenvedés és a szenvedtetés. És az élet leegyszerűsödik, letisztul, anélkül, hogy a minőségéből veszítene, sőt, ezáltal lesz sokkal magasabb minőségű. Az egyszerű és tiszta tudatosság az, amely jól működik. Gondold át ismét a Zen 4 alapelvét, és hogy mekkora csalódást okoztam vele neked. Tehát az elvárásaid és az út között pontosan ekkora különbség.
Ha nem okoztam vele csalódást, akkor valamit már tudtál, mielőtt ide beléptél. De a zen az az illúzió vesztés útja, és így a realizáció útja. Realizáció nincs illúzió vesztés nélkül. Nem érhetsz el újabb stációkat, újabb fokozatokat anélkül, hogy a régieken nem lépnél túl. Tehát készülj fel arra a változásra, amely benned történik, veled kezdődik, és kisugárzik a világra. Engedd ezt megtörténni akkor, hogyha bízol a tanítóban, a tanításban és a tanítványi közösségben. Enélkül a bizalom nélkül nem megy. A hagyomány működése végtelenül egyszerű. Az útnak eredetileg nincs kezdete és vége. Amikor rálépsz, úgy érzed, hogy az út elkezdődik számodra, és amikor esetleg elhagyod, akkor úgy érzed, hogy az útnak vége van. De ez a te karmád, ez a te döntésed, ez a te helyzeted és kapcsolatod. Szerintem bevezetőnek bőven ennyi elég, és most várom a tisztelt hallgatóság kérdéseit. Milyen kapcsolatban van egymással a szerelem, mint módosult tudatállapot, és a tudatunknak a tisztaságának a megőrzése? Hogy ez hogy kapcsolódik egymáshoz? A tűz és a fény hogyan kapcsolódik egymáshoz? Hát a tűznek van fénye. És a fénynek van tüze? Az történik, amit szeretnél. A fotont, az impulzust használhatod fényként, és használhatod tűzként. Mindenki ezen a földön legalább egyszer legyen annyira szerelmes, hogy teljesen felgyújtja a saját egoitását, és megolvasztja. Ha ez nincs meg, akkor az életből nem tapasztaltál meg valami elképesztően fontosat. Nem olvadtál tűzzé, nem váltál egyetlen lángcsóvává. De amikor azt mondjuk, hogy ámornyila vak, akkor az azt jelenti, hogy ebből ki kell tudni látni anélkül, hogy a hűvös fény el akarná oltani ezt a tüzet. Elképesztő energiák jelennek meg, amikor szerelmes leszel. És ekkor kell nagyon tisztán látni, és irányt szabni ennek az energiának, mert feltétel nélküli szerelem van, sőt, az igaz szerelem mindig feltétel nélküli, de az együttélés már feltételhez kötött. Az átlátott szerelemből szeretet lesz, az átlátatlanból pusztulás. Hatalmas energiák jelennek meg, és az átlátás, az irányszabás, a bölcsességgel és együttérzéssel gyakorolt szerelem, az a világ legjobb dolga. Az átlátásnak is közösnek kell lennie, és nem csak a megosztott érzelmeknek, érintésnek, cselekvésnek és a többi. Nagyon fontos, hogy ne gondold túl, ne keverd az érzelmeket a gondolattal, és lásd nagyon-nagyon tisztán, anélkül, hogy el akarnád oltani. Egy idő után a közös életvitel ezt szépen elkezdi magától szabályozni úgy, hogy ez a láng nem lesz sem túl magas, sem túl alacsony. És természetes, hogy ez szelidülni fog, ahogy az idő halad, de ebben az elképesztő kohóban kialakul valami, amit egyfajta szimbiózisnak, közös életnek, egymásra utaltságnak, kölcsönös segítségnek, szeretetnek, rengeteg mindennek lehet nevezni, de amíg nem tapasztaltad meg, addig ez csak elmélet. Nagyon fontos, hogy ne félj tőle, és ne is függj tőle, de tedd azt, és hajtsd meg magad alázattal ennek a nagysága előtt, miközben nem veszíted el a szemed látását, a füled hallását és a gondolataid tisztaságát. Úgyhogy ezt nem keverted azzal az eredeti, gyönyörű érzéssel, amely ha kölcsönös, akkor életeken keresztül tud vinni mindkettőtöket. És végül, de nem utolsó sorban, az atombomba és az atomerőmű közötti különbségre szeretnék rávilágítani, mert nagyon úgy tűnik, hogy atombomba-szerűen indul, és atomerőművet kell belőle szépen szelídíteni úgy, hogy nem szabályozzuk le. Nem kezdünk el részletekkel úgy bánni, hogy a másik úgy érzi, hogy beraktad egy ilyen rácsos kalodába, csak azért, mert kölcsönösen szeretitek egymást. Meg kell nézni, hogy a viszony mit bír el.
amíg a másik ember boldogsága előrébb való, mint a tied, addig rendben van. Ha ez kölcsönös, akkor van a legnagyobb rendben. A szerelemben az a fantasztikus, hogy megtapasztalsz valamit, és ő is megtapasztal valamit egyszerre veled, ami az öröklétnek egy szikrája. Amikor az egyéni gondolkodás, az énség ellobban ebben a hatalmas tűzben, és kap egy nyalábfényt. És akkor el tudod fogadni a születést és a halált. Mert tapasztaltál valamit, amely túl van ezen. De ez sajnos a szerelemből önmagából nem következik, hanem inkább abból következik, hogy milyen minőségű tudatok vesznek részt ebben a szerelmetes, gyönyörűséges fúzióban. Bizonyos tudatszint fölött ez megvalósul, sőt a mindennapi élet részévé válhat, mert csak a megnevezhetetlen életen és halálon túli tapasztalatával lehet az életet és a halált elfogadni. Egyébként mindig küzdünk, mindig lázadunk, mindig valami mást akarunk, mert ez az érzés nem volt meg. Az énség ellobbanása az első gyönyörű ilyen pillanat, aztán az újra termelődik. És ezért kell a fény is, a szellemi gyakorlat is, hogy ezt a szerelmet tisztán tartsa, szeretetté és együttélésé és egyéb minőségeké fordítsa le, és így lesz az atombombából atomerőmű. Ha jól csinálod, akkor a szerelem éntelenít, de nem személytelenít. Egy meg egy, ilyenkor nem kettő, hanem végtelen. És az egy meg egy egyenlő végtelen érzéséből lesz, az egy meg egy egyenlő három, meg négy, meg öt. Attól függ, mennyit vállaltok. Nézd meg azt, hogy kik születnek hozzátok. Ezt onnan tudod, hogy ti kikhez születtetek. És hogyha nem viszitek a karmát hetedíziglen tovább, akkor egy megemelkedett tudatminőséghez, egy megvilágosodottabb párkapcsolathoz pontosan az ehhez illő tudatformák és lelkek születnek le. A karma törvénye tévedhetetlen, mert nem személyes. Nem véleményfüggő. És ami a legfontosabb, nem az ember alkotta. Az ember része ennek, és amennyire tudatos, annyira teremtheti ezt az egészet újra. A rálátás az élet és halál körforgására sok mindent eredményezhet. Az egyik nagyon fontos velejárója az kell, hogy legyen, hogy felismered, hogy ebben a testben, ezzel a lélekkel egy életed van mindenkinek. Nincs kivétel. Ebben a formában nem ismételsz meg semmit. Ezért, mint individuum, megismételhetetlen vagy. De ha csak ezzel a minőséggel, amit most behoztál ide, élnél még 30, 40, 50, esetleg 60 évet, az nem biztos, hogy elégséges. Tehát ezen a verzión mindig van frissíteni való, tudván, hogy a következő már teljesen más lesz, hiszen nem tudod, hogy milyen testet kapsz a következő életedre. Azt sem tudhatod, hogy milyen lélekkel jössz ide le. Tehát ezt az egyediséget valahol az öröklét folyamában észre kell venni, és ebből a perspektívából nézve fejleszteni, megvilágosítani kell. Nem kezdődhet ez jobban, mint a szerelem tűzének gyönyörű, kohószerű fúziós élménye, és ne hagyd, hogy az énség újra formálja önmagát. Mert ekkor van a fájdalmas szakítás és a felesleges válás. Vannak olyan kapcsolatok, amelyek úgy kihűlnek, hogy törnek, mint a hideg fém. Mert elfelejtették, hogy milyen kohónak lenni újra, milyen bízni a másikban újra, milyen feloldódni a másikban újra, és az élet körülményeit, feltételeit, a közösen megtermett karmát már nem tudták, lehet, hogy nem is akarták visszafűteni erre a gyönyörű üzemi hőmérsékletre, amikor tudjuk szeretni a másikat, tudjuk segíteni a másikat. Egyszer csak újra kigyullad az a szikra, amelyről az első alkalommal úgy hittétek, hogy ellobbanthatatlan, hogy kifogyhatatlan, de ez nem így van. Ezt is táplálni kell. A karmából, ha csak annyit megtanulsz, hogy három alapjegye van, hogy múlandó, tökéletlen és más karmáktól függő, akkor úgy óvod a szerelmedet, mint tigris a kölykét.
és beleteszed azt az energiát, azt a tudatosságot, éberséget, megfelelő gondolatot, érzelmet, beszédet és cselekedetet, amelytől az tovább él, amelytől az nem lobban el, hiszen ha nem teszed meg, ellobban, elmúlik, bepiszkolódik, szétesik, dezintegrálódik, működésképtelenné válik. Miért? Mert ez a világ rendje. Amiben nem teszel energiát, az szétesik. Amit nem tartasz össze, az szétporlik. És végül, de nem utolsó sorban, tanuljátok meg fölajánlani ezt a szerelmet másoknak úgy, hogy az ebből megtermelt energia szolgáljon másokat, de a kapcsolat az csak a tiétek. Ez egy olyan paradoxon, amelyen mindenkinek szembe kell nézni, minden kapcsolat egyedi, intim, megismételhetetlen, és csak arra a két emberre tartozik, akik élik. De ennek az eredményét és hozadékát, az összes velejáróját a környezet tapasztalja, mert tapasztalnia kell. És ebben a vonatkozásban ajánljatok föl olyan minőségeket a környezetnek, amelyeket vissza akartok kapni a környezetetektől. És ez rendkívül nehéz, főleg a nagyobb családban, a rokonságban, a klánban, hogy azok a viselkedés minták, amelyeket meg akartok haladni, azok ne árnyékként kísérjenek titeket. Van a szertartás rendünkben esküvő is. És ez azért fontos, mert ebben az esküvői szertartásban olyan minőségeket nyilvánítunk ki, és mondunk kihangosan, amelyek a léleknek a legmegfelelőbb, a legfantasztikusabb szobáit nyitják ki, olyan húrokat rezdítenek, amelyeknek a zenéjét egyhamar nem akarod elhallgattatni. Tehát hogyan segítjük egymást a felébredés útján? Hogyan válunk javára családunknak és társadalmunknak egyaránt? Ehhez erős és tiszta tudat kell, és egy nagyon világos elhatározás. Kívánom, hogy ez meglegyen. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mitől lehet az, hogy olyan nehezen kezd hozzá az ember a dolgokhoz. Most legyen az házi munka, kerti munka, vagy mondjuk egy meditáció, vagy... Legutóbb neked mi volt a nehéz? Mondjad. Hát mondjuk az unokámnak ígértem, hogy csinálok egy létrát a mászókájára. És tehát mindig az utolsó percre hagyom. Tehát egész délelőtt, tökörészik az ember, mit tudom én, és akkor, tehát mikor már belekezdek, akkor csinálom, csak nehezen kezdek bele. Megígérted az unokádnak? Hát nem, tehát nem határidőre. Tehát ezért mással is így van. Megígérted az unokádnak, vagy sem? Meg. Örült neki? Örült. És még nem volt kész, amit ígértél? Nem. Előbb learadtad a gyümölcsöt, mint hogy megérett volna. Ne ígérd meg, csináld meg, és utána beszélj az unokáddal, amikor már kész van. Akkor már jogosan örül. Jó? Jó. Örülök. Következő kérdés. Mi az elme szerepe és a helyes használata a mindennapokban? Használsz komputert? Igen. Mi a szerepe a komputernek az életedben? Elvégzi azokat a dolgokat, amiket el tud. Pontosan, és mit tud egy komputer úgy nagyjából elvégezni? Számol. Számok, nullák, egyek, paraméterek, elemzések, szerkesztések, oszt, szoroz, fogalmaz, és a többi. Na, ez az elme. Tehát a kognitív gondolkodás az nagyon hasonló a CPU-hoz. Ahhoz a központi feldolgozó egységhez, ahol az érzékszervi hatásokat, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, például megcímzed. Az elmében a zenbot és ez a jelenség egy pillanat alatt párosul, észre se veszed. Olyan gyors. Utána kialakul az elmének egy újabb garádicsán az, hogy ez a bot hosszú vagy rövid, szép vagy csúnya, enyém vagy sem, kell vagy sem. Tehát minden, ami fogalomalkotás, jelenségek megcímzése, tudatosítása, a hozzávaló viszony beállítása, elemzések, szerkesztések, számítások, az összes minőség megteremtése, kijelölése, ez mind az elme. Ne becsüljük alá, de túl se, mert van valami, amit az elme nem tud megoldani,
Például azt, hogy a fogalmi síkon megtalálja önmagát. Nem fogja. Újabb és újabb önképeket teremt, újabb és újabb ideálokat jelöl ki, rengeteg illúzióval dolgozunk, és az elme folyamatosan újabb és újabb verziókat gyárt le magáról és a világról. Mert absztrahálunk, tehát vagyunk. És amikor az elme beszünteti a tevékenységet tudatosan, és engeded a gépből kifutni a filmet, a vetítőből, akkor meglátod azt a fényt, amitől az a film ki tudott vetülni a vászonra. Amikor a gondolkodástól csak egy pillanatra tartózkodsz, akkor meglátod azt a lényeget, amelyből az elme dolgozik, amelyből az érzékszervek is dolgoznak. Ahol keletkezik a múlt, a jelen és a jövő, az az elme. Amiből keletkezik, az a lényeg. Az elme tevékenységét fogd fel úgy, mint amikor a fény keresztül jön mondjuk egy prizmán, és az érzékszervek és az elme tevékenység sugaraira, hullámhosszaira szétbomlik, éljük az életet, és amikor ez a testi lét megszűnik, akkor ez a prizma is megszűnik, és már nem látsz, nem hallasz, nem gondolkodsz, nem érzel így, ahogy most. Az elme elképesztően fontos, de szolgaként, nem királyként. A kérdés az, hogy mit szolgálsz az elméddel. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyan tudok annyira tudatossá vagy bölcsé válni, hogy egy családban a családi karmából csak pont annyi feladatot végezek el, amennyi az én dolgom. Helyzetfelismerés, kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás és cselekvés. Ezt a hármat kell szépen szinkronba hozni. Hogy valójában milyen helyzetben vagy egy családban, azt a betöltött szerep és az elvárások miatt néha egyáltalán nem látod, hogy tényleg mit csinálsz. Tényleg milyen helyzetben vagy. És a kapcsolódást is, hogy valójában milyen viszony fűz a családtagokhoz, azt ne a szerepen keresztül, hanem a ténylegesen elhangzó mondatokon, az elgondolt gondolatokon, az érzett érzelmeken és a cselekedeteken keresztül nézd meg. Egy család egy elképesztő, intim, szimbiotikus, fantasztikus egység is tud lenni, és egy borzasztó, magányos, széttagolt, repeszdarabokként szétrepülőbb, tarthatatlan csoport is tud lenni. Mi a kettő közt a különbség? Mikor történik az, hogy évekig nem akarsz a családtagjaiddal beszélni, és ők se veled, vagy pedig minden nap felhívjátok egymást, úristen, hogy vagy, mi történt, gyere, ígyunk, együnk, stb., legyünk együtt, menjünk el. Tehát ez mitől van? És kiderül, hogy nagyon nagy részt attól, hogy te tisztában vagy önmagaddal, hogy neked mi a dolgod, milyen helyzetben van a család, milyen valódi kapcsolat fűz a családtagokhoz, és így kinek mi a teendője. Az az érdekes, hogy Korea ebből a szempontból nagyon-nagyon jó tanítás volt, mert a konfuciánus elem a koreai buddhizmusban az egy komoly családi hagyomány. Az egy patriarkális, világos nézőpont, és ott tanulod meg, hogy a szabadság és a felelősség az együtt jár. Ott tanulod meg, hogy a családban betöltött szereped, az a születésed pillanatától fogva változik, de egy nagyon szép hierarchiában benne van, és elég jól megjósolható. Mostanában egyre kevésbé, mert esik szét a rendszer. Ezt a rendszert megújítani és frissíteni kéne, és nem hagyni elpusztulni. Ugyanis egy koreai családban hagyományosan, vagy az ázsiai, korábbi, kínai, konfuciánus családban is, mindenki tudta, hogy mi a dolga, mert megtanították neki. És nem zárták kalodába, hanem a nő nőként női dolgokat csinált, a férfi férfiként férfi dolgokat csinált. Ez akármennyire is ódivatúnak hangzik, ez elképesztően egészséges. A gyerek gyerekként viselkedett, a felnőtt felnőttként, és nem fordítva. Úgyhogy nézd meg, hogy mi a tényleges helyzete a családnak, mi a valódi kapcsolatod a családtagokkal, és mi a teendő. És tudatosítani mindenkiben, hogy te most ez vagy, most gyermek vagy. Most a rokonom vagy, most a szülőm vagy, vagy a nagyszülőm vagy, és ebből a helyzetből a következő kapcsolat magától értetődően adódik.
kettős pont, és akkor neked ez a dolgod, nekem ez a dolgom. Tisztázzuk le, üljünk le, ígyunk meg több liter teát, és akkor a beszélgetés során letisztázódik, hogy kinek mi a dolga. De általában két alaphiba szokott történni, állandóan egymás sarkára lépve, egymás területére belépünk, kinek van igaza, ki csinálja jobban, tehát egy teljesen felesleges versengés van. A másik, hogy azt az adott munkaterületet, életterületet úgy ott hagyja mindenki, hogy senki nem csinálja. Senki nem foglalkozik vele. És akkor egyszer csak a családi asztal az így leül mindenki, hogy hát ez nem történt meg. Senki nem mosta ki a szennyest. Senki nem teregette ki. Ott van a ládában, és mindenki odadobja, de senki nem mossa ki, mert nem világos a kapcsolat és a teendő a többi ember között, ugye? Akik állítólag a családtagjaink. Tehát nézd meg, hogy milyen elképesztően erősen köt a vér szerinti karma, és mennyire nem használjuk föl helyesen azt a hihetetlen egymásra utaltságot, intimitást, odatartozást, nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik vagyunk mi egymás számára. Na, ezt kéne letisztázni, és ebből ugye a családi viszonyok, ez az első lecke. És utána pedig kiderül, hogy te milyen anya vagy a gyerekeidnek. És ezt ők éreztetik, és el is mondják. Jó? Kérdésem a karmával kapcsolatban lenne. Úgy érzem, hogy ez elég sok embernek ilyen Bermuda háromszög, mert nagyon sok mindent. Mert csak háromszög lenne, te ki lehetne háromszögelni, de sokkal több szög. Mitől függ a karma? Attól, hogy mit akarsz ma. Tehát az akaratod forrása és célja az a karma, és kész. És ebben minden benne van. Tehát az ok és az okozat, a cselekedet és a következménye, a felhalmozódott szokások, a személyiségalkotók, a személyek, a csoportok, ez mind-mind az ok és okozat működése, ahogy az egymásra épül, és ezt az akaratvektorok szabályozzák, hogy te mit akarsz, ő mit akar, mi mit akarunk. Ma a közös karmánk az, hogy mindannyian egy zeneelőadást akartunk. A szervezők megszervezték, a közönség eljött, az előadó ideült és megszólalt, és a hetedik mind hazavitte és megette. Tehát mindenki teszi a dolgát, és a közös karmánk az ma a zen előadás és a közös figyelem. Ez ennyire egyszerű. Szó szerint a kr gyökből származik, ami szanszkritul a tenni. A karuna, mint cselekvő együttérzés, ugyanebből a gyökből származik, és a karma az az ok és az okozat, ahol az okozat egy újabb okká válik, és megint egy okozat lesz belőle. Ez egy végtelen, tehát egymás generálja a karma. Nem. Mi generáljuk a karmát, ez a következő lépés. A karma önmagában nem létezik, teljesen üresség természetű, tehát teremtett. Ha lenne önálló léte a karmának, nem tudnánk megszabadulni tőle. A gyakorlat, ez a gyönyörű zennek nevezett gyakorlat más iskolákkal együtt, akik szintén hasonlót taníthatnak, azt tudatosítja benned, hogy ezt az egészet a tudatoddal teremted. Úgy, ahogy van, az első minutumtól az utolsóig. Az első karmától, mozdulattól az utolsóig. Tehát ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Nem egyedül a tied, és nem elkülönülten, így ilyen kis sejtenként, úgy képzeld el, hogy egy hatalmas tudatmező részei vagyunk, individuális létezéssel, de elképesztő összedrótozottsággal. Körülbelül úgy, mintha látnád a hullámokat a tengeren, ahogy azok szépen ott tornyosulnak, és van 6 méteres, 10 méteres, uram, bocsánat, 24 méter magas hullám is, de alatta több ezer méter tenger, ahol nincsenek hullámok, max áramlatok. Hát körülbelül így. Az a kis hullámtaré az individuum, és a mélyebb összetartozásunk a tenger mélye. És ezt szoktuk elfelejteni. Tehát a karma az rendkívül egyszerű, mi csináljuk, vagy mi nem. Az érzékszervi sík mellett van a gondolati, érzelmi, beszédbeli és cselekedetbeli csatorna, a múlt, a jelen és a jövő, és az összes dualitással szépen elkezdjük frissíteni magunkat, néha beszennyezni, néha felüdíteni, néha megtisztítani, rajtunk múlik. Onnantól kezdve, hogy megszülettünk, a karma működését meg kell látnunk, mert nem tudjuk elkerülni.
Megszülettünk, élni kell. Fel kell fedezni, hogy az életnek milyen törvényei vannak. És ez a törvény a dharma. A dharma túlmutat az életen, és a halálon is. Az élet az, amikor megszületsz, és a test és a lélek együtt van. Amikor eloldozod magad a testtől, akkor meghalsz. És egy ideig testetlenül létezel. Utána megint megszületsz. Ez a köztes létnek a múlandósághoz, tökéletlenséghez, függőséghez kötött létnek a négy fázisa, a két viszonylag rövid, születés és halál, és a két viszonylag hosszú, az élet és a testetlen, tehát a testben, illetve ennek a túloldalán a test nélküli lét. Mind a négy fázisban működik a karmád. Csak egyszer testhez kötött állapotban, másszor test nélküli állapotban, de a karma működik. A törvény ugyanaz, de a négy állapot nagyon más, rettenetesen más. Ha felismered a dharmát, tudod vezérelni a karmát. Fordítva, ha nem ismerted fel a dharmát, biztos, hogy nem tudod vezérelni a karmát. Ha egy megoldhatatlan élethelyzettel találkozol, annak a tatváját, a működési módját nem ismerted még meg. Mihelyt megismered, hogy hogy működik, tudod szabályozni. A karma tehát általunk létrehozott, mások által létrehozott, múltból hozott, jelenben látott, jövőbe vetített, mindenféle van. De olyan van csak, amit mi teremtünk. Ha nem teremtjük meg, nincs. Ha fenntartjuk, van. Ha kiveszed az energiát belőle, eltűnik. Oké? Okay? Oké, okay, ez nagyon jó hír. Na, mit szeretnél eltüntetni, mondjad? Illetve lenne még egy kérdésem a hölgy. Féled, hogy elkerülted? Gyönyörű, mondjad. Nem, Hallgatlak. Lehet, hogy hosszú lenne a lista, és nem élnék vissza többiek idejével. Megértjük, vissza. Hogy magánügy. Mit szeretnél kérdezni, mondjad? Szatérve, hogy így a hétköznapi zen gyakorlás nyilván nem lesz mindenki szerzetes, hiszen ez egy nagyon Isten nehéz ments. Út, akár férfi, akár női testben vagyunk. A hétköznapi zen gyakorlás azt gondolom, hogy nem a leboruláson a koanok olvasgatásával vagy megfejtésével, hanem összefoglalva, hogyan tudnád egy pár mondatban, hogy mitől lehetünk így világiként zen gyakorlók igazából. Általában akkor, hogyha felismered a gyakorlat kezdetét. Tehát a hétköznapi gyakorlat hétfőn reggel kezdődik. Folytatódik péntekig, és utána átminősül hétvégi zen gyakorlattá. Utána hétfő reggel ismét hétköznap lesz. És folytatod. Ha kell, leborulsz. Ha kell, énekelsz. Ha kell, ülsz, és ha már voltál elvonuláson, akkor dolgozhatsz a koanodon is. De az engyakorlatnak, ahogy hallottad ma korábban, a legfontosabb eleme az, hogy a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot tapasztalod, igyekszel tapasztalni, és ennek a segítségével látsz. Ez a vidya, a látás. Versus az avidya, a nem látás, amely téves nézetekként is fordítandó, tehát ügyeljünk, hogy az elme tevékenységünkkel ne azonosuljunk, hanem azt vezéreljük a látás birtokában. Ha nem gondolkodsz, sötétben vagy. Ha túl gondolod, akkor is sötétben vagy. Ha középúton akkor gondolkodsz, amikor kell, és nem gondolkodsz, amikor nem kell, akkor az elme szolgál valami nagyobbat, és akkor vagy a helyeden. Fordítsd ezt le a beszéd, az érzelem és a cselekvés csatornáira is. Meg az összes érzékszervi csatornára is, és akkor bejön az, hogy mi az elég. Mi a fontos. Hol van a kezdet, és hol van a vég. Nem a jelenségek megteremtésére vagy megsemmisítésére kell törekedni, hanem arra, hogy hogyan szolgálhatjuk ezt a világot és embertársainkat megfelelő módon. A miben segíthetek mondat az ez. És akkor a megjelenés és eltűnés törvénye ezt a magasrendű célt szolgálja. Ez nem életforma függő. Itt a szerzetesnő, a világi férfi és a világi nő ugyanazt az irányt követi. Ilyen szinten teljesen mindegy, hogy van haja vagy sem.
az nem mindegy, hogy milyen irányba megy, milyen karmát hoz létre, mennyire önző vagy önzetlen, mennyire segít vagy szorul segítségre. Ez nem mindegy. Úgyhogy ezért kell gyakorolnunk zent hétköznap és hétvégén egyaránt. Jó? Jó, köszönöm. Hogy akkor végül is egy keresztény ember is lehet zen. Ajánlatos. Az úgy hívják, hogy keresztény zen. Nagyon sok ilyen van. Thomas Mertontól kezdve egészen más atyákig. Ők keresztény zen tanítanak, és ez fantasztikus. Legutóbb New Yorkban találkoztam egy ilyen atyával. Ő a manhattani Assisi Szent Ferenc templomának volt a zenmestere és papja egyszerre. Van ilyen. Tessék hozzájuk fordulni bizalommal. Abszolút, ez engem megnyugtat. Jó, tudom, hogy lehet, hogy ki fogsz vágni, de akkor is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a zenbot az mi alapján változik? Változik? Igen. Te a zenbot nem változik. Te bejött, és olyan hosszú, mint tegnap. Nem. Holnap is ilyen hosszú nem, lesz. Nem, két évvel ezelőtt nem ilyen volt. Kaptam egy újat. De az szkopik? Hát, hogyha sokat ütök vele, akkor igen. Mondom, hogy ki fogsz zavarni. Jó. Már a projekciók nagyon veszélyesek, figyeld. Kétszer említetted, hogy ki foglak dobni, egyszer nem történt meg. Figyelted? Nem, persze. Még egy kérdés. Igen? Mondjad. Ennek az előadásnak mi a célja? Miért jöttél ide? Nem akarok visszakérdést, én kérdezem. Ennek az előadásnak mi a célja? Elmondom. Három lépésben fogom ezt megtenni. Kérlek szépen, fordíts befelé a figyelmedet, és nézd magadba itt mellkas tájékon. Megvan? Igen. Ebbe a szeretetteli térbe tedd fel ezt a kérdést. Miért vagyok itt? Igen. A harmadik, hogy elmondod nekem a választ. Kíváncsiságból, meg szeretetből. Akkor a zen számodra ma a kíváncsiságod kielégítése szeretetteli légkörben. Most neked ez a zen. Igen, szerettem volna élőben, szerettelek volna élőben látni, ez egyik. Bár tudom, hogy ez a zennek ehhez semmi köze, tehát, hogy most élőben látlak, vagy hallgatlak a videón. Attól én még ugyanúgy tudom gyakorolni, vagy nem gyakorolni, hogy felfogni, vagy nem felfogni. Szerintem tényleg kiváglak, mert az ugyanaz, mint hogyha itt lennél. Na, az milyen? Nem, mert azért mégsem. Na, akkor valami csak mocorog. Azért mégsem, nem. Azért ez így sokkal jobb. Ez így sokkal mélyebb. És elnézést a hülye kérdés. Semmi baj, úgy is kivágom, nem baj. Nem téged a kérdést. És gondold el, ezt a YouTube-on látnák, hát egy darab előadás nem lenne többet. Mondjad. Úgyhogy ez most csak nektek, csak így, csak most, és nem az örök létnek dolgozunk. Na mondjad talán. Hát ezzel már mindent megválaszoltál. Nem, nekem ez nagyon tetszik, meg így nagyon bejön. Hát örülök, nehogy hiába üljek itt te. Nem. Jó, valaki értelmesebb kérdés? Hát bízunk benne. Kinek van esetleg, tessék? Ott hátul. Sziasztok, Zsolti vagyok. Remélem a feleségem fog haragulni, hogy felszólaltam. Megígértem, hogy csendben leszek, de nem bírom. Várj egy picit, a feleséged melletted ül? Igen, igen. Nem, hát itt balra. Mi egy konvencionális pár vagyunk, úgyhogy bal oldalamon van. Oké. Az első darma beszéd, amin részt veszünk, nagyon régóta szeretünk volna eljönni. A kérdés az volna, hogy magamról két szót. Én egy ilyen természettudományos is családban nőttem fel, tehát igazából én a fizika törvényeiben hiszek, de ugye vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember gondolkodik, hogy és megnéz másokat, hogy esetleg azok jobban megoldják, és talán nyugodtabbak tudnak maradni. Ugye 7 milliárda vagyunk, és megnézem, hogy ki miben hisz. Mindjárt 8 milliárd lesz. És nézem a buddhista szerzeteseket, hogy olyan haláli nyugalommal, akármilyen helyzetben, ugye. Nem néztél még eléggé körül, azért tudnék neked más típusú szerzetest is mutatni, persze, de hallgatlak. Imádom a feleségemmel egy pár hónapot érzékben, mondjad. Észak-Tájföldön éltünk egy pár hónapot, és ott sokszor beszélgettünk, főleg az én
indítatásomról beszélgettünk szerzetesek, akik tényleg abban a 38 fokos melegben halálnyugalommal voltak, de mindegy. A lényeg, hogy a buddhizmusnak ugye van az az oldala, a misztikus oldal, tehát van a négy nemes igazság, ami arról szól, hogy szenvedünk és szüntessük meg. De az egész csomagot azt egy fizika törvényében hívő emberek nagyon nehéz elfogadni. Dehogy! Te, a legjobb az, amikor valaki materiális oldalról indul ki, az fantasztikus. Nem kell levakarni semmilyen ilyen vallásos, misztikus, new age-es és egyéb nézetet. Tehát a fizikai törvények alapján, vagy a matek, amit szintén szeretek, csak nem értek hozzá, szintén nagyon jó. Most a kérdés igazából az volna, hogy azokat a technikákat, amelyek tényleg a bizonyos helyzetekben a tudat megnyugtatásához, illetve egy békésebb elfogadáshoz vezetnek, ezeket hogyan lehet összeegyeztetni, vagy hogyan lehet kizárni azt a részét, amivel talán az egész énet tiltakozik, ugye reinkarnáció, újjászületés, ez a fizikai alapjában hihető embernek, ez nem igaz. A legelső jó hír, nem várom el, hogy elhidd, ez munkahipotézis, vagy így van, vagy nem. Tehát nyugodtan, tessék szíves kételkedni, azt szeretem. Mert a kicsi kételyekből lesz a hatalmas nagy kérdés, az az elementáris paradox. Most mondok neked egy zenmesteri példát, úgy hittek, hogy Archimédész. Ő azt mondotta vala, hogy adjatok nekem egy stabil pontot, és kimozdítom a helyéből a világot. Megtörtént? Hát mozdul anélkül is. Ő nem mozdította ki a helyéből a világot, mert az a stabil pont nem jelent meg, a világ az tovább mozog a maga útján. Hol van ez a stabil pont? Egyáltalán létezik-e, amiből ki tudod mozdítani a világot? Van ilyen? Hát igazából minden változik. Úgyhogy... Ez a stabil pont létezik-e? Ez a kérdés? Nem tudok válaszolni a kérdésen. Nagyon jó. Ez a nem tudom, ez a kapuja a zennek. Amikor Newton a saját gyönyörűséges principia matematikájával elkezdte ezt a világot fantasztikusan egyenletekbe rendezni, ugye a fizikai oldalról egy-két nagyon komoly törvényt megfogalmazott. Így van? Eltelik pár száz év, és jön Einstein, és az egészet úgy, ahogy van, kiterjeszti a fantasztikus, speciális és általános relativitás elmélet segítségével. Ettől a newtoni törvények érvénytelenek? Hát alapvetően nem. Nem. Az első meg a második. Semmi az, módon nem. Ha szeretted Newtont, ha nem szeretted Newtont, a newtoni törvények érvényesek, de kiderültek a határok. És az einsteini relativitás az gyönyörűen tud működni, de adott határon belül, mint ez a Föld, meg mondjuk a naprendszer, a newtoni törvények elképesztően jól és sokkal egyszerűbben írják le ugyanazt a jelenségcsoportot. Most képzeld el, hogy a tudatnak ugyanolyan személyi törvényei vannak, ez Newton, és amikor a csoportra, a világra, az élet és halál körforgására ki akarod terjeszteni, az mondjuk Einstein. És a szentséges relativitás az a vezetőnk és vezérfonalunk, hogy belássuk, hogy ez a működés valójában hogy van, hogy ami így egyenes vonalnak tűnik a térben, hogyha te eleget hosszabbítod azt meg, az kiderül, hogy görbe. Úgyhogy ezek a törvények egymásra épülnek. Az emberi intellektus, mint elme, mindig rendszereket és modelleket alkot ahhoz, hogy értse a világot és értse önmagát. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy zseniális halászhálóval pont azt a halat fogod ki a tengerből vagy a folyóból, amit szeretnél. De az egészet, a folyó vagy a tenger egészét a halászhálóval nem fogod ki. Tehát se Einstein, se Newton, se Wittgenstein, senki nem mondott olyat, hogy ő az egészet ismer, és az egészet kimozdítja a helyéből. Miért? Mert aki intelligens, az rálát az elme elégtelenségére, még akkor is, hogyha nagyon okos vagy. Sőt, ha nagyon okos vagy, akkor látsz rá az elme elégtelenségére, magyarul a világot meg akarja címezni, a világot akarja modellezni, a világot akarja megérteni, és ezt nem fogja tudni. Hogyha halász vagy, és már rengeteg halat fogtál, és még mindig hiányérzeted van, hogy egyszer leteszed a hálót, és beugrasz a tengerbe. Ha a gondolkodástól már kifáradtál, és még mindig nem érted el azt a nyugalmat, amit szeretnél, akkor lehet, hogy gondolkodás nélkül az könnyebb lesz. Ezért a zen meghaladja a gondolkodást, nem minősíti, végképp nem semmisíti meg, csak valami nagyobbnak a szolgájává nem teszi, hanem kimutatja, hogy mindenképpen valami nagyobbat szolgálsz, ha tudod, ha nem. És ekkor, amikor beugrasz a tengerbe, akkor eléred ezt a pontot.
két gondolat között ki vagy te? Amikor nem alkotsz rendszert, akkor hol a törvény? Amikor az intellektus végre megnyugszik, nem teremt, nem tartogat, nem pusztít, nem aggódik, nem elemez, nem esik szét, és nem rak össze semmit, akkor hol van az éned? Tehát ezt a nyugalmi pontot el lehet érni, csak a gondolkodás állandó folyamát, a rendszerkényszert, a logosz betegséget kellene megszüntetni, és hogyha eléred a gondolkodás előtti tiszta tudatállapotát, akkor ezt meg is tudod tenni a nem cselekvés által, a nem gondolkodás által. Ahogy a régi kínai bölcsesség mondja, ha beszünteted a keresést, egyszerre csak megtalálod azt, amit keresel. Ez egy rendkívül intenzív energiát kívánó és adó, világos, jelenlévő tiszta tudatállapot. Tehát tanulmányozd a törvényt, a fizikájét, az elméjét, a pszichét, te sem mindegy, érdeklődő, kíváncsi, okos, intellektusú ember vagy, tanulmányozd. De tudd azt, hogy ezzel csak a halászhálót szövögeted egyre finomabbra, és egyre világosabb, hogy milyen halat fogsz ki. De a tengerről, érdemben, lényegileg, tapasztalatilag még semmi sincs a birtokunkban. Jó? Köszönöm. Szívesen. Engem jó ideig egy betegség tartott azon az úton, hogy önmegismeréssel foglalkozzak, és amikor találkoztam a zennel és elkezdtem gyakorolni, nagyon örültem annak a kérdésnek, hogy fel tudom tenni azt a kérdést, hogy mi az, ami beteg bennem. Nem mondom, hogy erre épült ez a 2 éves gyakorlat, ami mögöttem van, de időről időre feltettem ezt a tárgyas meditációs gyakorlatot magam elé, hogy mi ez a betegség, vagy mi ez bennem. Elég volt a felszínét megkapargatni, és hát dőltek ki a hullák és az eszméletlen eltemetett olyan dolgok, amit nem is tudtam, hogy bennem van. Viszont amint visszafordítottam a kérdést arra, hogy na de mi ez, mik ezek? Akár most mondok egy konkrét példát, hogy egy olyan szégyenérzet mondjuk feljön. Honnan jön ez a szégyenérzet bennem? És akkor ott van egy olyan paradoxon rész, hogy hirtelen nem találok semmit magamban, ami beteg. Tehát hogyha visszaforgatom a figyelmemet, hogy mi az, akkor nem tudok mondani egy olyat, ami olyan dolog, ami na ezt megfogtam, hogy na most na emiatt. Szóval lehetne most az a kérdésem, hogy mi az, ami bennem beteg, de mégsem ezt kérdezem, mert egy ideje gyanúsá vált a kérdésem is saját magamnak, hogy nem, de ideje elengedni ezt a kérdést. Nagyon jó, mert már dolgoztál vele eleget. Nagyon jó. Igen, talán még el is fáradtam benne. Pontosan, felderítetted azt, amit fel lehetett, és utána meg kell változtatni az egészet. Igen. Egy újabb kérdéssé vagy egy teljesen tiszta, tárgyatlan gyakorlattá. De igen. Ha ismét feljön az érzet, az indulat, a megoldatlanság, a szenvedés, a gyötrelem belül, akkor arra rá kell tekinteni ismét, és megint egy kérdéssel szépen enyhíteni azt a fájdalmat, megoldani a megoldatlant, amelynek a gyökerét még te nem vetted ki magadból. Tehát ha a gyökerét kivetted, és az azonosulás megszűnt, és már nem táplálod duális élelmiszerrel az egészet, akkor a kérdés üresen kong, mert nincs rá válasz. A válasz nem valamilyen kognitív, gyönyörű, festhető, hallható, gondolható dolog, ezek mind köztes fázisok. Amikor az azonosulás gyökerét kiszedted, kihullott magától, mert nem tápláltad, akkor szabadultál meg az adott karmától, és a kérdés mögött akkor már nincs semmi. Üresen kong. Akkor szabad vagy. És innentől kezdve, hogyha tartod ugyanúgy a pillanatot, éled az életet, más megoldatlanság jön a felszínre. Azért kell a békeidőt kihasználni, hogy a tükör ismét letisztuljon, megerősödjön, és kibírd a következőnek a látását, tehát készülsz. Aggodalom, félelem, remény, hárítás és egyebek nélkül készülsz, és alapjáraton szépen megy az egész. És amikor a következő dinoszaurusz szépen kiemelkedik a saját pálmaligetedből, akkor már te készen állsz, és akkor a tárgyas kérdés lézersugarával szépen elkezded idomítani, és
megmutatja, hogy miből táplálkozik és mit táplál. Tehát nem ragaszkodunk a kérdéshez, különösen akkor, ha már a működése vagy okafogyottá vált, vagy pedig egy átmeneti működésképtelenség állt be. Jó? Ezzel nincs baj. Félreteszed. És visszatérsz csak a tantienhez, csak a tárgyatlan módszerhez. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, honnan tudom, hogy mi az én dolgom, amivel a leginkább saját környezetem és a világ javára lehetnék? Mert fantasztikus a kérdésed, de ennél sokkal egyszerűbb a válasz, mint amit most szerettél volna mondani. Tehát belül fölteszed a kérdést, hogy mi a dolgom, és türelmesen vársz, hogy a tükörben megjelenjen valami, és ez a sok-sok kockás és jelenetes film egyszer csak így szelidüljön, és a kérdés mellé szegődik a válasz. Honnan tudod egy párkapcsolatban, hogy ő a párod? Onnan, hogy nem mozdul el mellőled, és te se ő mellőle. Honnan tudod, hogy egy kérdésre megérkezett a válasz, hogy akárhányszor kérdezed újra, ugyanaz a válasz jön, mindenféle akarás, nem akarás nélkül. Mindenféle duális reakció nélkül. Hát szépen kérdezel, engeded az ocsúját szépen elporladni, a szokásokat kifutni, és akkor frissen, tiszta forrásból megjelenik az, ami a lelked mélyén már ott lehetett, csak nem láttad. A kérdés tehát megnyit. Amilyen irányban elhangzik a kérdés, abban az irányban nyitja meg a lelket. Mi a dolgom? És türelmesen, minden nap felteszed ezt a kérdést, és remény és félelem nélkül, világos, nem mozduló, tisztán látó tudattal várod a választ. És amikor a válasz megjelenik, akkor van egy teljességérzés, a kérdés intenzitása, nyüge, gyötrelme, vágya eltűnik, és ez a kiegészült teljes érzés megvan, és ezek után a választ elkezded élni. És ez mitől függ, hogy tőled függ. Mennyi idő? Ez az is tőlem függ? Volt egyszer egy nagyon híres kínai harcművész, aki a wushu-nak, a kung-fu-nak és a tai chi-nak az összes változatát ismerte, és mesteri szinten tanította, és rengeteg tanítványa volt, de volt egy, aki odakéreckedett hozzá, és azt mondja, hogy Szöfó, kérlek taníts, el szeretném sajátítani az összes tudományodat. Ránéz a mester, és azt mondja, hogy jó, költöz be az iskolába 10 év. De Szöfó, 10 év nagyon hosszú idő. Én mindent megteszek, hajnalban kelek, mosok, főzök, takarítok, edzek naponta 5-10-szer, ha kell. Akkor mennyi idő alatt fogom el sajátítani? 20 év, mondta a mester. De Szifu, akkor én éjjel-nappal fogok gyakorolni és segíteni, nem alszom, ha kell, nem eszem, ha kell a halál széléig elmegyek, akkor mennyi idő alatt fogom elsajátítani? Soha. Tehát, ha egy ilyen hagyományra adod a fejedet, akkor az időt, a hatékonyságot, az ilyesféle analitikus nyugati szemléletet, azt tessék elfelejteni, ugye, ahogy van. Koncentrálj az útra, a lélektudatosságra, a testtudatosságra, amíg a megoldandó feladatot is tedd félre, és alapszinten légy tisztában önmagaddal. Milyen gyorsan vagy hajlandó elengedni a ragaszkodásaidat? Milyen hamar vagy hajlandó megszabadulni a téves nézeteidtől? Milyen gyorsan látod át az én teljesen transzparens, relatív, függő voltát? Milyen gyorsan vagy képes segíteni másoknak? Milyen hamar látod be, hogy mindannyian egy hajóban evezünk, csak nagyon más a fedélzet, és úgy tűnik, hogy a kabinablakok nem egyenlő tiszták. Ettől függ. Tehát csak tőled függ. Semmi mástól. Senki mástól. Köszönöm szépen. Szívesen. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét, azt, hogy ma eljöttetek, szervezőinknek a sok jó munkát, és örülök, hogy ma Nyíregyházán megnyithattuk a Dharma kapuját, és a zenről beszélgethettünk. Kívánom azt, hogy mindannyian gyakoroljuk azt, amit vállalunk, kövessük azt, amiben hiszünk,
hogy ezáltal egy világosabb tudatú, együttérzőbb és bölcsebb emberré és embercsoporttá váljunk. Köszönöm a figyelmet!